Sziasztok! Ma erősítő gyakorlatokat hoztam, Marci fogja bemutatni a feladatokat. Minden feladatot 1 percig végzünk, ebből 50 másodpercig csináljuk a feladatot, majd 10 másodperc marad arra, hogy a másik feladathoz felkészüljünk. Fogadjátok szeretettel! Segítségünkre lesz 2 másfél literes ásványvizes palack, hát hogyha valahol nincs ott a súlyzó. Az első körben a váll, a biceps és a triceps izmait fogjuk megdolgoztatni. Minden gyakorlatot körülbelül 50 másodpercig fog végezni Marci, utána 10-15 másodperc lesz arra, hogy felkészüljön a következő gyakorlatra. Ha valaki esetleg nem bírja, csak rövidebb ideig, az adja abba korábban, majd utána 10-15 másodperc alatt kezdje a következő gyakorlatot ő is. Jó. Következő feladat, tárogatás. Jó, ezek a vállizmait dolgoztatják, ezek a feladatok. Végére már elég érezni kell. Váltunk bicepsre. Figyeljünk arra, hogy a törzsünk ne billegjen, egyenesen tartjuk magunkat, előre nézünk, nem kell gyorsan emelni a súlyzót, lassan és vissza is emeljük. Következő gyakorlat a triceps. Figyelünk arra, hogy egyenes a hátunk, a felkarunk a testünk mellett, és itt sem gyorsan csináljuk, hanem lassan húzzuk, és vissza. Itt is 50 másodpercig végezzük a gyakorlatot. Azért már mindenkinek éreznie kell. Jó, cserélhetünk, másik kézre is mehet. Nagyon lassan, szépen húzzunk és vissza előre. Törzsünk egyenes, milyen utána nézhetünk a kezünknek. Összeszorítjuk. Még legalább 20 másodperc, gyerünk. Utolsó 5 másodperc, 4, 3, 2, 1, jó. És plankelésre váltunk. Itt is figyelünk arra, hogy egyenes a törzsünk. Előre néz a fej, kezünket akár ökölbe is szoríthatjuk, vagy egyenesen tartjuk. Arra figyelünk, hogy törzsünk az egyenes. Ha valakinek kicsit rövidebb ideig megy, nem baj, kicsi pihenőt tartson, és próbáljon utána visszaállni a gyakorlatba. Még 20 másodperc. Izom gyakorlatok következnek. Klasszikus felülés, tartó a kéz.
picit meg is tarthatjuk, amikor fölmegyünk, kicsit megtartom, hogy lassan visszaengedem, és amikor visszaengedem, fújom ki a levegőt. Másodpercig közben lehet számolni is, mennyit sikerül megcsinálni, arra figyeljünk, hogy a könyökünket ne húzzuk előre, a könyök maradjon hátul, ez az, még 10 másodperc. Jó, és a csípőhorpaszizom következik, hátul a támasz, könyök támasz, megemeljük mindkét lábunkat, és mehet. Tollózás. Jó, arra figyelünk, itt sem kell gyorsan mozgatni a lábat, és arra figyelsz, hogy nem teszed le a sarkodat. Közben próbálsz valami másra koncentrálni, elterelni a figyelmedet. A fáradtságról és a fájdalomról. Még 10 másodperc, ez az, Marci. Öt, négy, három, kettő, egy, jó, letesszük. Illetve a hátizom, ez egy picit segít majd a hasizmot nyújtani is. Tarkóra teszi a kezét, nem kell nagyon magasra emelni a fejet, úgy, lassan, ez az, jó, ez egy kicsit kilazítja a hasizmokat is, talán ez egy kicsit pihentetőbb feladat. Ne álljunk meg közben, arra figyeljünk, folyamatosan csináljuk, lehet számolni is. Másodperc. Öt, négy, három, kettő, egy, jó, felállunk. Most már a fenék és a combizmai következő gyakorlatunk a kitörés lesz. Marci már csinálja is. Térd mehet le lassan, egészen a földig, úgy van, kezünket mindig használjuk elől, figyelünk rá. Fejünket megemeljük, nem lóg a fej, törzsünk egyenes, figyelsz rá, nem billeg össze-vissza. Még 10 másodperc. Öt, négy, három, kettő. Jó, utolsó feladatunk pedig vádli erősítés lesz. A lábujjhegyre állunk, és vissza lassan, emeljük a kezünket, és vissza. Talán ez sem olyan túl nehéz, inkább egyensúlyi gyakorlat ez. A vádli ugyanúgy erősödik. Hosszabb ideig tartsuk meg, maradunk, majd visszaengedjük. Tíz másodperc. Köszönjük meg Marcinak, nagyon ügyes volt. Ezekkel a feladatokkal átmozgatottuk a fűtizmokat, kicsit erősítettük. Ebből 3-4 ismétlés szám is lehet, kezdetben lehet 1 is, 2 is, aki profi, az akár 5-6-ot is csinálhat. Köszönöm szépen!